A Tobzoska úgy fest, mint egy hangyász és egy toboz szerelem gyereke. Egész mostanáig a hangyászokkal együtt a vendégizületesekhez sorolták őket, de a legújabb kutatások szerint saját családot alkotnak, a Tobzoska féléket. A ragadozó közeli rokonai. 8 Tobzoska faj létezik, 4 Ázsiában és 4 Afrikában. Egyes fajok a fákon élnek, mások a föld alatt, kotorékokban. Ezek 5 méter mélyen is lehetnek, és 40 méter hosszan kanyarognak. A tobzoskák mérete nagyon eltérő. A legkisebb a hosszú farkú tobzoska. A farkát nem számítva mindössze 30 centi. A legnagyobb pedig a találóan elnevezett óriás tobzoska, a maga 180 centiével, szintén nem számítva a farkát. Orruktól a farkuk hegyéig gyönyörű pikkelyek borítják és óvják őket. 1820-ban harmadik György brit király egy tobzoska pikkelyekből álló páncélruhát kapott. Ez a pikkely nagyon hasonlít a hüllőkére. Mindkettő szaruból van, abból az anyagból, mint a mi körmünk. A tobzoskák az egyetlen pikkelyes emlősök. A pikkelyek fedik egymást, fantasztikusan jól kivédik a hangyák és termeszek csípéseit, és az olyan ragadozók harapásait, mint a leopárd vagy a hiéna. A tobzoska összegömbölyödik, fejét bedugja páncélos farka alá, és gyakorlatilag kikezdhetetlenné válik. Nem csak, hogy nem lehet megrágni, a pikkely élen még sokkal kevésbé kívánatos vacsivá is teszi őt. Ha a tobzoskát meglepik, mielőtt összegömbölyödhetne, hosszú, izmos farkát dobálva védi meg magát. Az éles pikkelyek megsebzik a támadót. A tobzoska kizárólag hangyákkal és termeszekkel táplálkozik.